Egyre inkább otthon érzi magát a felnőtt nemzetközi mezőnyben Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető május végén az ausztriai Szentpöltenben már felállhatott a dobogó tetejére, majd a székesfehérvári Gyulai emlékversenyen a világ legjobbjaival szemben sem vallott szégyent Kerekes László tanítványa. Legutóbb az Amsterdam Arena Games elnevezésű viadalon végzett az élen a berlini Európa-bajnokságra készülő 23 esztendős atléta. 64-68-at dobtam, ami az eredmény szerintem ilyenkor nem rossz, mert edzésből érkeztünk erre a versenyre, már külön nem pihenünk rá csak az Európa-bajnokságra. Elég erős mezőny volt a másik helyezett egy jamaikai 65 méteres egyéni csúccsal rendelkező srác, az harmadik pedig egy német fiatal volt, akinek 64 méterre van. Még egy holland lett volna, aki 67 méteres egyéni csúccsal rendelkezik, a verseny előtt melegítésnél megsérült, ő nem vállalta a versenyzést is. De valószínűleg ilyen 62-63 méteres formában ő is volt. Mivel Szikszai már jóval korábban teljesítette a kvalifikációs szintet, az elmúlt hetekben a berlini Európa-bajnokságra fókuszálva tartotta az edzéseket tanítványának Kerekes László. Jelen pillanatban ugye élesítjük a formát, úgy tűnik, hogy nagyon jó állapotban van, tehát úgy, ahogy terveztük. Az, hogy mekkorát fog dobni, azt most így előre nehéz megmondani, hiszen nagyon színvonalas lett utóidőben a diszkoszvetés, főleg hogy Európában, hiszen a nagy diszkoszvetők Európában versenyeznek. Hogy sablonosan mondjam, az időszakban megfelelő állapotban vagyunk. Szikszai szombaton a Veszprémi Balatonbajnokságon indul majd, csak úgy, mint a szintén nyíregyházi Kerekes Dóra. A diszkoszvető hölgynek 56 métert kellene dobnia ahhoz, hogy ott legyen a berlini kontinens viadalon. Úgy érzem, hogy jó formában vagyok, jól mennek az edzések, és ugye idén már dobtam 55-01-et, úgyhogy bízok benne, hogy hétvégén kijön a forma. Eddig nyomás volt rajtam, úgy érzem, de már próbálom élvezni a versenyeket, és akkor úgy vagyok vele, hogy ha már ennyi munkát elvégeztem, akkor majd ki fog jönni. Kerekes Dórának az Veszprémin kívül még egy ajkai versenyen lesz lehetősége a szint teljesítésére. Szikszai Róbert edzőjével Veszprémből Tatár utazik, és ott folytatja majd a felkészülést az augusztus 7-én kezdődő Európa-bajnokságra.